el akarok érni a nagyon magas szintre, hogy sok ilyen versenyzőt kinevelek, és utána ilyen 10 év így ilyen sötét szakadék. Igen. De utána visszatérek megint, és így már tiszta vagyok, és így nyilatkoznék így. Üdv, ez itt egy újabb ritkán adott válaszok epizód, még mindig keresek a válaszokat az internet nagy kérdéseire, és ebben a részben egy vendégünk is lesz. Pasik, csókolózáskor milyen szokásokat szerettek és nem szerettek a lány részéről, és miért? Nem szeretem, amikor elfut. Ha ráharapnak a nyelvemre, én azt kifejezetten nem szeretem. Ez szerintem egy tévhit, vagy nem tudom, ezt lehet sokan szeretik, de engem felbasz konkrétan. Ne harapjon rá senki a nyelvemre. Ez az én nyelvem. Majd használom ott, ahol kell. Jó csók az olyan jó nyálas, meg vad. Mondjuk lehet kicsit ilyen kis nyugisabb, csendesebb is, de... Talán, hogyha elindul szép lassnak ez a péniszem felé, még azt tudnám pozitívként javasolni, az... Abból rossz nem sülhet ki. Sose sül ki rossz. Hangosan megdicsértem az utcán egy nő melleit, miért bámult rám olyan furán a nő? Mert egy... nem tudom... egy faszfej vagy. És a faszfejekre furán néz az ember. Furán lehet, hogy beindult rád, de arra kicsi az esély. Nem is tudom, hogy mit gondolnak az emberek amúgy. Tényleg milyenkor azt várják, hogy megdicsértem, mert nem örül neki. Hát, mert tök creepy, hogyha egy ismeretlen ember megjegyzést tesz, valami szexuális megjegyzést tesz rád. Rottul kényelmetlen. Attól, hogy valakinek kivágott, lehet az azért van, mert nyár van, és nem akar pulcsiba járni basszus, és nagy a melle. Na! Attól még nem azt jelenti, hogy rögtön megjegyzést kell tenned, aztán még várni azt, hogy örülni fog neki. Tovább tanuljak? Nekem az nagyon sokat dobott, és nagyon hálás vagyok, mert nagyon sokat tanultam az egyetem alatt. Nagyon szomorú lennék, ha azt a tudással kevesebb lennék, szóval én azt javaslom, hogy igen. Beadnám mindenféle helyre, hogy külföldön is tanulhassak egy fél évet ott, meg egy fél évet itt. Szerintem ezek tök jó lehetőségek, amivel én nem éltem, és nagyon bánom. De nyilván azt se zárom ki, hogy valaki leszarja a továbbtanulást, spárgaföldet akar csinálni, abból meggazdagodni, jól élni a farmon. Az is egy opció, nem feltétlenül muszáj. Ti, amikor uszodába vagytok és öltöztök át, bementek az öltözőkabinba, vagy szarjátok le az egészet és mások előtt átöltöztök? Én általában nagyon gyorsan szoktam így leúzni a gatyámat, tehát aki így oda nézni, megnézi a kukimat, azt se látja, tehát úgy öltözök. Nem megyek be az öltözőkabinba, mert mindig általában 6 kilométerre van a úszodától, és lusta vagyok addig elmenni. Nem szeretem, amikor így egy száfaszban van valaki egy öltöződ, és így magyarázni. Hát figyelj, én a múlt héten, és így lóg a pöcsek. Tehát nem. Én azt mondom, húzd fel azt a gatyát, törülközzél meg, és akkor utána beszélgessünk, de úgy, hogy lóg a faszod, ne szóljál hozzám. Hogyan tudom kiakasztani a gigámat és nyelésnek meginni egy olyan mi ez a szó? Melyik? A gigám. Szerintem ennél értelmesebb dolgokra is el tudod tölteni az időt. Ha lány vagy, akkor mondjuk inkább a mély torkot tanuld meg. Az a több dolgot el tudsz érni. Szexista! Én lányai tuti megtanulnám. Fiúként is meg kell tanulni technikákat. Én nem tudom, én, hogyha már a 2 centes felestől több van, én azt se tudom már itt belenyelni egyszerűen, amúgy. Na, nálam az a probléma van ezzel, hogy le tudom húzni, de az sem mindegy, mert a kicsi ott marad a alján, de én nem akarom, én ki akarom érezni az egy unikumot is, még úgy iszok meg, hogy akarom érezni a ízvilágát. És ugyanígy van a pálinkánál is. És mindenki be szokott szólni, hogy buziban. Nem baszki, csak én nem azért iszom mondjuk, mert egyből be akarok rúgni, vagy valami, hanem mert alkohol kultúra miatt én ki akarom élvezni a ízeket, ki akarom találni. Egy jó pálinka olyan, mint egy nő ruhában, hogy megkóstolom, milyen lehet ruhani el. Kicsit oda csak lenyeled, aha, na most oda üt, látod ruha nélkül, utána meg mikor beletörténik az akció, visszaüt az a jó gyümölcsös íz, és akkor elégedettel leteszed, és tudod, hogy még van egy fél kortya pohárba. Na ezért nem szoktam meginni egyszerre. Hogyan fogják hozzá a modellkedéshez? Nem, te nem vagy modell, hiába írod ki a munkának, hogy valami modell agency-nél be vagy jegyezve, aztán hát majd egyszer elhívnak valami szaros castingra, vagy valami
OTP reklámban egy harmadrangú statiszta legyen, te nem vagy a Tom modell. Minden ismerős körében van egy fotográf is csávója, aki amúgy annyira nem ért a fotózáshoz, csak vett egy DSLR-t. Kezdje vele haverkodni, friendzonold, és engedd meg neki, hogy csináljon nagyon sok jó képet rólad, de csak annyi, hogy kicsi a mélység, élesség a háttérből, és valamennyire megszínezi. Ezt utána meg posztold Instagramra, jelenkezz olyan szépségversenyekre, amiknek nagyon szép neve van, de igazából csak egy vállalkozó találta ki kerekharaszton, és amúgy meg semmi eredménye nincs, csak kapsz egy szolis bérletet, és ezt is kiteszed Facebookra, minél jobban boostolod magad, annál jobban elhiszed te is, és a társadalom is, hogy modell vagy. Nem mindenkiből lehet modell, ez olyan, mint a... Nem mindenkiből lehet amerikai elnök. Hát, de most már úgy tűnik, igen. Hát, igen, egy kicsit rossz példa volt. Te fizetsz azért, hogy fotózzam, akkor nem modell vagy. Nem vagy modell. És csomóan azt hiszik, hogy ők modellek. És ismerek lányt, aki volt modell, ő tényleg modell volt neki. Fizettek, hogy évekig kint éljen, és divatbemutatókra járom. Pénzt fizettek, szállást fizettek, kaját fizettek. Ő modell volt. Te nem vagy. De hogyha te úgy érzed, hogy a modell külsőd van, általában nincs az, csak azt hiszed, nincs. 10-ből 9 embernek, aki modell akar lenni, nem alkalmas rá. Te se. Tényleg, egy csomó csaj azt hiszi, hogy ő modell, bazdmeg. Nem vagy modell. Te akarod ugye tanulni. Azt lehet barátnak hívni, aki sosem ír, mindig én írok neki? Az egy teti. Aki én is mindig másra írok. Mint amikor te mindig írsz az Attinak és a sosem ír. Jó, az más. Ugyanaz. Mindig, amikor unatkozok a 12 órás shiftek alatt, mindig följavogatom azokat, akiket ingyen hívhatok. Még először kérdezek, hogy úgy tűnjön, mintha ezért érdekelne velük mi van. Aztán nem válaszolok, elkezdem mondani magamért, aztán kész. Az a kedvenc, amikor olyan emberek, hogy így felhívod őket, hogy írsz nekik, és akkor na mi van már, miért nem írta eddig? És... Bazd meg, te miért nem érte? Ugyanúgy írhatsz te is. De volt már, aki mesélte, hogy így egyszer felhívtam, azt letette a telefont a konyhába, én megint mondtam. Ezt közben főzött meg ilyen. Nektek milyen volt a legelső munkanapotok? Valami tipp, tanács? Alázatosnak kell lenni, szerintem az a legfontosabb. Ne higgyék azt, hogy mindent tudsz. És sokszor elkövettem azt a hibát, hogy kicsit az idősebbeknek megmondtam, hogy amit csinálnak szar, és lehet sokkal jobban. Hát előfordulhat az, nyilván nem mindenkinek, hogy kicsit olyan nagyobb arccal megy valahova, mert megszokott egy stílust, aztán meglepődik, hogy munkahelyen ezt már nem tudja folytatni. Úgyhogy a lényeg, hogy add meg a tiszteletet annak, aki neked is megadta. Kell legyetek sokáig alázatosak és nyaljatok be, maradjatok csöndbe, akkor nem lesz gond. De hogyha meg egy kicsit olyan önazonos vagy és nehezen nyeled le a dolgokat, mint én, akkor fél év után sikítva fogsz menekülni tovább. Tudom, ne izguljál. Bemész, megtudod, pár hét múlva menni fog. Elbaszol, amit szóljál inkább, mert ne súnyítsd el, mert az dolgok már csak baj lesz. És az első benyomás is fontos, úgyhogy akár nem kell ilyen kis nyuszinak lenned, ha valaki jó fej, lehet vele viccelődni. Az is függ, hogy hova mész. Mert hogyha valami no-name szarhelyre mész, ami nem jó, akkor ott úgy se fogsz tanulni. De viszont ha bekerülsz egy olyan helyre diákként, akkor még ott én is húsba lennék és alázatosan figyelnék. Nehezen megy az ismerkedés, mit tegyek? Nem is ismerek olyan embert, akinek olyan túlságosan könnyen menne az ismerkedés. Mindig is irigyeltem azokat, akik lazán oda mennek bárkihez, és találkoztam olyan srácokkal, akik bárkihez oda mennek, és lehet, hogy nem ők a világ legjobb fejembere, lehet, hogy nem is túl szépek, vagy jóképűek, de egyszerűen az, hogy ők oda mennek, és magabiztosak, az, és nem bunkók, az már nagyon imponáló tud lenni egy nőnek. El kell hinned magadról, hogy nem vagy annyira rossz ember, tehát... Általában akik nem mer ismerkedni, az mindig saját magával vagy magában látja a problémát. Nem tartozik neked az élet semmivel, nem tartozik neked a világ egy csajjal, úgyhogy nem lesz az, hogy egyszer úgy is sikerül, egyszer úgy is lesz valami, nem tartozik neked senki semmivel. Úgyhogy ha csajt akarsz, akkor egy idő után muszáj tenni érte. Nem merek rámosolyogni lányokra. Így soha nem fogok tudni ismerkedni?
Nem, valakinek a nagyobb bunkó pasik. A szimpatikusak amúgy is, akik lealázzák őket. Hát a mosoly az nem hátrány, úgyhogy jó lenne a rászoknál, mert a búval baszott emberek azok nem sok sikerrel járnak a ismerkedés során. Hát miért nem mérsz? Ha valami szájhigiéniai problémád van, akkor old meg. Ha meg nem, akkor... Hát, próbáld hozzá. Mutasd meg, hogy kell. Ott a csaj a kamerán. Mosoly az jó, ez kicsit biztonságot ad, kicsit boldogságérzést, ez beszédből nagyon erőteljes pillanat le. Ajánlom. De nem ilyen creepy módon, ahogy én szoktam, hanem egy kicsit természetesebb. Nem, így nem fogsz tudni. Hogy ez a válasz erre a kérdésre amúgy. Ha még a mosolygás sem ered, akkor még oda mérsz majd beszélgetni, persze. Nyilván az sem lenne jó, ha így mosolyog, és akkor egyszer csak így... Hát azért inkább akkor tényleg nem mosolyog. Én is szoktam. És sokszor meg is ijednek. De ha tudsz mondjuk emberként mosolyogni... Te tudsz? Nem. Akkor... Mert a rendes mosolynál látni ilyen Facebook képeken, hogy yeah, with my love, és akkor így mosolyog a csaj, szénné bassza a Facebookot a képekkel, hogy couple, 2 years, és akkor túl ekkora párkapcsolat. De látszik a mosolyon, ugye a rendes mosoly, hogy itt ráncos is ott a... Nem ráncos, hanem szinte fülig ér. Ennyi volt már, ha tetszett, akkor iratkozzatok fel, lájkoljátok, osszátok meg, amit szeretnétek, és jövő héten ismét találkozunk. Ne, lájkolta is képen, mondom, na, ennyi, ez kell. Első lépésnek elértem a célom, felkerültünk a térképre. Tökéletes. Ha lesz egy alkalom, amikor ültetjük a magokat, utána szünet, és meg kell várni a tökéletes pillanatot, amikor megérik a gyümölcs, akkor kell lecsapni. Ez a Tóth Márk féle egyéves csajozási terv.